Vidám tavaszköszöntő énekek kíséretében ültettek árnyékoló fákat Csukoron. A településen még januárban adták át a mini bölcsődét, ám akkor az időjárás nem volt alkalmas a faültetésre, ám kedden délután bepótolták az elmaradt növénytelepítést az intézmény udvarán és környékén. Teszeli Zoltán országgyűlési képviselő reméli, hogy a fák úgy, ahogy a gyerekek szépen fel fognak cseperedni. Talán a kettőnek van szoros kapcsolata, mert ahogy a bölcsőde is a jövőről szól, a jövő generációnak a életéről szerintem a faültetés is így van. Csodálatos fákat ültetünk. Molnár Krisztián, a Fejérvár megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, az óvoda és bölcsőde átadása Sokoró történetének legnagyobb beruházása volt, a most elültetett fákat az átadóra szánták ajándékként. Azt gondolom, hogy aki fát ültet, az a jövőt építi. Reményeink szerint ezeket a fákat a gyermekeinknek, az unokáinknak fogjuk elhelyezni, és nekik fog árnyékot adni. Sokoron egyébként példás az a gondoskodás, amit az óvodában, a bölcsödében a pedagógusok a gyermekeink irányába kifejtenek, úgyhogy nekünk meg kötelességünk, hogy a hétköznapjaikat, a körülményeiket fejlesszük. A mai nap is egy ilyen esemény volt. Az ültetés során összesen 15 közel 3 méteres fát telepítettek, mostantól többek között törökmogyorók, juhar, hárs és bognárfák díszítik az óvoda környékét. Ide kerül 6 darab fa, kerül az utcafronti részre, megnéztük, hogy honnan érdemes az árnyékolást ugye véghez vinni, hogy megy a nap sugara, a nap folyamán, hogy a gyerekek érdekében történik ez a szépítés és zöldítés. A polgármester hozzátette, a továbbiakban a tópartjára is szeretnének még fákat ültetni, ugyanis a strand népszerű úti cél a településre látogatók és az itt élők számára egyaránt.